A strandokon a vagyontárgyakat láthatatlanná tévő törölközők értékelése következik. Nagyon rafináltak ezek a Balaton lellejek? A törölközővel való táska eltakarás egy velünk született zsigeri tevékenység. Ezt nem tanultuk sehonnan, ez bennünk van. A Balkánon így kell védekezni a tolvajok ellen, és otthon felkapcsolva a hagyott lámpával. Néha egy kicsit kilóg a táska, ami eltulajdonításra adhat lehetőséget. Ami látszik, az játszik. Hát ez szerintem nem lenne 10-10-es, meg kilóg a papucs. Ezt a fél papucsot azt bármikor elvihetik. Attól még, hogy árnyékba teszed, nem lesz jobb. De sokkal jobb lesz, mivel hogyha üdítő van alatta. Forró teát akarsz inni, vagy ice teát akarsz inni? De az is lehet, hogy van benne egy Coca-Cola normál. Coca-Cola normál! És abban vele csak gondolnak az emberek egyébként, hogy mi van, hogyha valaki törölközőt akar lopni. A törölközőt is le kéne takarni még egy törölközővel. Létre kell hozni a törölköző védő törölközőt. Először a törölköző, aztán az úszógumi réteg még rá. Hát ennél jobban nem lehet védeni a táskát. Nem is értem, hogy miért nem adtál rá 10-10-et. Plot twist, ő volt a tolva. Haladjunk is tovább az igazi érett kontentek felé. Pofnegiben ott vági 22 éves borben. Mi a probléma ezzel a TikTokkal? Azon túl, hogy nem ír senki ennek a szegény magányos embernek, az, hogy vörösborral issza a lazacot. Lazachoz csak is fehér bort iszunk. Hogy fog így maga mellé társalkodó személy találni a TikTokon, ha még azt se tudja, hogy mivel szolgálja fel a lazacot? Vörösbort mihez iszunk? A vadgyusztékhez. Amúgy vigyázni kell ezekkel a norvég lazacokkal, mert az egyik legegészségtelenebb étel. Ajánlom róla a dokumentumfilmet. Salmon farmers who according to him are responsible for a large scale health disaster. Ezt a Leo is megmondta. Még vadlazac is van. Nézze a különbséget e között és a farmon tenyésztett között. Nézzük, hogyan flexelnek manapság a lányok. Oh my god. Na ezek után mondja valaki, hogy a nők kevesebbet keresnek. A nők átlagos havi bruttóját alig több mint 311 ezer forintra mérték idén januárban. Pár szponzorált TikTok után be kell dobni egy ilyen videót a közönségednek, hogy érezzék a törődést. Ezeket a pénzügyi flexeket a lányoktól még eddig nem szoktuk meg, ezt még egy kicsit szokni kell. Érződik, hogy jön az ősz, jön a pumpkin spice latte. Aktivizálódik a csenge, és a fix emberi már alapozott is egy jó kis Sziget Outfit videósorozattal. Sziasztok, készüljünk el együtt a Sziget első napjára, a sminkemet és a hajamat már megcsináltam, raktam bele pici fonatokat, úgyhogy most már csak válasszunk egy outfitet. Szóval ez nekem nagyon tetszene, viszont iszonyat meleg van, és itt nagyon bő. Nem is bő, nem is értem, miről beszél. A következő nadrág opció, nekem ez amúgy tetszik, ez is ugyanilyen hosszú. Na ez tényleg eláll csípőbe, az előző sokkal jobb volt. Erre a táskára gondoltam, mert szerintem egész jól megy hozzá, úgyhogy induljunk is, mert már el vagyok késve, sziasztok! Mondjuk én a másik nadrágot választottam volna, de hát aki nem kéri ki a véleményemet, az így jár. Készüljünk el együtt a Sziget harmadik napjára, ma Justin Bieber koncert lesz, amit el sem hiszek, úgyhogy válasszunk egy ahhoz illő outfitet. Mivel Justinnek ilyen skaterboy stílusa van, arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha én is felvennék valami lazább, ilyen hasonló stílusú nadrágot. Ez az első opció, őszintén amúgy én nagyon élem, mert nagyon más, mint amit általában felszoktam venni. Igen, ez a NASCAR-os motorsport jacky egyébként nagyon skaterboy esztetik. Olyan őrült döntést hoztam, hogy nem viszek magammal táskát, úgyhogy a szemüvegem itt lesz egész este. Mondjuk a kárgónak valamelyik zsebébe be lehetett volna tenni azt a napszemüveget, és nem hagyja el, amikor majd teljesen beállva igazoltatják a rendőrök. Egy sajtburger, mert... Én is mindig oda szoktam tenni a fidget spinneremet. Itt van nálam most is. Tényleg itt volt. Látjátok, nem kamuzok, én egy őszinte videós vagyok. Én nem vagyok az a hadutós. Jövök Justin Bieber. Remélem látta a Justin, hogy valaki a közönségben pont passzol a skaterboy esztetikéhez, és fölhívta magához a színpadra, hogy szerenádozzon neki. Készüljünk el együtt a Sziget negyedik napjára, ma már tényleg nem volt semmit felvennem, úgyhogy el kellett mennem vásárolni. Hát ez így van. Fog kinézni az outfit-t, ahogy a fejemben elterveztem, de vettem a hátamban egy sima fekete farmert, úgyhogy próbáljuk fel együtt. Hozzá szeretném tenni, hogy semmit nem próbáltam fel a boltban, szóval nagyon remélem, hogy minden jól fog állni. A Starbucks Berry annyira elfoglalt, hogy nem ér rá csak úgy ruhákat próbálgatni. Tökéletes az outfit, meg ha melegem lesz, ugye ezt le is tudom venni, úgyhogy szuper. Kész is vagyok fesztiválozni, nagyon tetszik az outfitem, úgyhogy induljunk is, sziasztok! 100% fesztivál, rá van írva erre az outfitre, hogy ez fesztivál. Készüljünk el együtt a Sziget 5. napjára, ma voltam megint vásárolni, és vettem 2 ruhát, úgyhogy nézzük meg, hogy melyiket veszem fel. Ez az első ruha opció. Na hát ez egy kicsit öregíti szerintem. A negyedik nap jobb volt a fesztivál szett. És az legalább több rétegből állt, az le tudja venni, hogyha melege van. Kövi ruhának van egy vicces története. Az egyik amerikai barátnőmmel FaceTime-oltam, amikor mutatta, hogy vett egy nagyon aranyos ilyen ruhát,
és megbeszéltük, hogy veszek egyet én is, hogy amikor találkozunk, össze tudjunk öltözni, ugyanis mindkettőnknek a zöld az egyik kedvenc színe. Csengére mindig számíthatunk, hogy a vicces sztorikról van szó. Ugyanazt a zöld habos-babos ruhát vették meg a barátnőjével, aki Amerikában él. Remélem nagyon figyeltetek erre a szövevényes, cselekményes, fordulatos sztorira. Remélem nem fogják összetéveszteni egymást benne. Még mindig az első, a fekete szettje volt a legjobb. Aprovét. Most pedig olvassuk fel a shopping szó jelentését. Shopping volt haras basarlas a kapitalista országokban adolottalan eletételonok del eloti el folyaltsága. Egy 9-es, de szigorúan június elejétől augusztus végéig flip-flopot hord csak és kizárólag. Egy 6! Hát akkor PS Goglinak nincs sok esélye a Tóninál. Ő egy 10-es, de óriási a body count-ja. De nagyon sok, nagyon sok. Legalább akkora a body count-ja, mint az Arnoldnak a kommandóba. Szóval ő egy 10/7, viszont szokott Instagramra posztolni, de nem hajlandó veled posztolni. Együtt vagytok egy hosszú ideje, és nem rak ki veled semmit. Az shady. Red flag 10/6 volt. És miért van a Tóninak felhúzva a köldökéig a bugyogója? Mekkora veggie-t adott neki valaki? Ennek a James Charlesnak még a boxera is magasított derekú. Szóval ő egy 6-os, de nincs social médiája, és ilyen nagyon privát és boldog élete van. 10/4 millió! Ők is elmondták, hogy a social media mellett nem lehet boldog életet élni, azt mégis milyen jól eljátszák. Nem válaszolsz, 2-3 napig letiltelek. Jó, oké, Queen Bee, I'm sorry. I'm sorry, én nem adom az ilyen toxic traiteket, mert ha valami nekem túl shady, az már nekem egy red flag. Period. Ez a suttogó Tóni, ez nem csak kiváló stílusérzékkel rendelkező divatgurú, hanem kiváló színész tehetség is. Ez a Csenge meg a Tóni kiváló példaképek a fiatalok számára. Ők a tartalomgyártás gyorskajái. Ha vettem magamnak Barbie-kart, én újra. Hát ez rozsgya szín, de kicsikét. Lássuk. Megint pisil a lába, én ezt nem. Kicsit ilyen... Ez az az ilyen zsigeri, csak az ingerekre építő content, ami a lehető legrosszabb hatással van a gyerekek agyára. Lila sellőnő. Nem az óvodákban rontják meg a gyerekeket, hanem itt. Itt kell kezdeni a gyomlálás. Állj ki, ami utcára parfümet árulni, Louis Gucci eladó! Ez a toxikus pozitivitás. Maserati. Full up in a Maserati, okay, Miss USA. Ferrari! Nem, tehát hogy Magyarország. És mi van, hogyha 10-10, de nem tartja fixen a havi 7 számjegyű összeget? Az shady, red flag. Echeid Burger.